Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nagy öröm látni egy teli templomot. Sokat szoktam beszélgetni fiatalokkal, és azért is jó reverendát hordani, nem csak ezért, de ezért is jó reverendát hordani, mert provokálja az embereket. Minden különböző, tehát nagyon furcsa és különböző szituációkban tudnak megszólítani, hogy mégis ez hogy van. Persze én is furcsa szituációkba veszem föl, tehát nem az ő hibájuk. De este 10:30-kor, vagy éppen egy családi ebéd közben, teljesen váratlanul. Amit most idehoznék ma estére, az egy nagyon gyakran visszatérő kérdés. Fiatalok szokták feltenni. Na most, atya, végül is hol van a Szentírásba, hogy tartsam meg a tisztaságomat a házasságig? Hát igen. Akik az ilyen típusú kérdést felszokták tenni, rendszerint nem nagyon olvassák a Szentírást. Legutolsó élményük a Szentírásról az első képes Bibliám című Hézakpótló monográfia, ami ott a Gőgös Gunár Gedeon és a Teszőszáros között még mai napig megtalálható. De az, hogy a Szentírást kézbe venni és naponta olvasni, akarni megérteni, hogy Isten mit akar elmondani rólam, a világról, a testemről, a szexualitásomról, hát ezt a kihívást kevesen választják. Hozhatnánk nagyon sok igehelyet erre válaszul. Mondhatnánk azt, hogy ott van az Ószövetség, 6. parancsolat, ne törj házasságot. És amikor Jézus ezt magyarázza az Új Szövetségben, a hegyi beszédben, akkor nem azt mondja, hogy hát ez a ne törj házasságot, ez tényleg egy kicsit durva, ezt finomítsuk, törj házasságot, de csak hetente egyszer. Nem ezt mondja Jézus, hanem azt mondja, idézem egészen pontosan, hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Az Ószövetség törvényei nem szűnnek meg. Sőt, Jézus azt mondja, hogy a szívetekbe írom. A szívünkbe írja, sőt finomítja. De szeretnék egy kicsit most ennél mélyebbre menni. Mert hozhatnánk rengeteg idézetet, ha olvassuk Pál leveleit, Tesszaloniki levelet, vagy a Korintusi levelet tudom ajánlani nagy szeretettel esti olvasmányként. Pál rengetegszer beszél arról, emlékszünk mi is ilyen igehelyekre, hogy a parázna a saját teste ellen vét, vagy az, hogy a paráznának nincsen helye Isten országába. Csomó ilyen idézet van, nem szeretném most mindegyiket idehozni, mert nem trédumra készültünk, de egyetlen egy gondolatot engedjetek meg ma este. Értsünk meg valamit, amit az Ószövetség már a Teremtés könyvében kijelent. Az első könyv első fejezetében, Teremtés könyve 1:27. Így szól. Isten megteremtette az embert saját képmására. Az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Hát ezt is sokszor hallottuk már az elsáldozós hittanon. De belegondoltunk abba, hogy ez mit jelent. Saját képmására, férfinak és nőnek teremtette őket. Amiről mi itt most beszélgetünk, hogy tisztaság vagy nem tisztaság, amiről most beszélünk, hogy hogyan is éljük meg a szerelmet, az ennyire fontos kérdés. Sokszor éri az egyházat az a kritika, hogy mert a papok ugye, az aglegények, félre söprik ezt az egész szexualitás kérdést. Nem. Sokkal fontosabbnak tartják, mint a világ. Ez sokkal fontosabb, mint hogy ez gólyatáborokban dőljön el, vagy iskolai házi bulikon. Mert itt Isten képmásáról beszélgetünk. Amikor férfi és nő találkozik, amikor fiú és lány találkozik, ha úgy találkoznak, ahogy Isten akarata szerint való, akkor Isten képmása jelenik meg a világban. Nem kevesebb dolog. Miért teremtette tehát Isten a házasságot? Azért, hogy megmutassa saját belső misztériumát. A házasság férfi és nő szerelme, Isten szeretetének az ikonja, földi jele. Olyan, mintha egy kis ablakot nyitnánk a mennyországon, és azt mondanánk, hogy ezen az ablakon látunk valamit a mennyországból.
Ha ezt az ablakot értő szívvel nézzük, akkor valamit megértünk Istenből. Ez az igazi házasság. Isten szeretetének a földi jele. Milyen az Isten szeretete? Tudjuk azt, hogy Isten szabadon szeret minket, teljesen szeret minket, hűségesen szeret minket, és gyümölcsözően szeret minket. Isten szeretete szabad, teljes, hűséges és gyümölcsöző. Kimerni azt mondani, hogy Isten nem szabadon szeret minket, kényszerből. Kimerni azt mondani, hogy Isten csak azért szeret minket, mert valaki más rávette. Vagy nem tudom. De azt mondja maga Jézus is, amikor saját haláláról beszél, nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Jézus teljesen szabadon dönt úgy, hogy életét adja értünk, és egész életével szeret minket. Teljesen. Azt mondja az első János levél, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Úgy szeret minket, mint apa a gyermekeit. Teljesen. Akkor is, ha rossz csont vagyok, és akkor is, hogyha piros pontot hoztam haza az iskolából. Teljesen. Hűségesen. Azt mondja Jézus, én veletek vagyok minden nap, egészen a világ végéig. Ezt ígérte. Nem hagy el minket. Isten szeretete hűséges. És azt is mondja Pál, hogy ha mi megtagadjuk, ő is megtagad. De ha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hűséges, mert önmagát nem tagadhatja meg. Istennek lényegéhez tartozik, hogy hűséges. Nem tud hűtlen lenni hozzánk. És gyümölcsöző. Hihetetlen sok idézetet lehetne hozni arról, hogy amikor Isten belép valakinek az életébe, annak az életébe gyümölcs fakad. A meddőasszonynak gyermeke születik. A gyilkos Mózesből népvezér lesz. Az élete gyümölcsözővé válik annak, aki találkozik Istennel. Isten szeretete irántunk szabad, teljes, hűséges és gyümölcsöző. És ha azt mondtam az elején, hogy a házasság Isten szeretetének, belső misztériumának a földi képmása. Ha azt mondtam az elején, hogy amikor fiú és lány találkozik és szerelmesek lesznek, akkor Isten képmása ragyog föl a világban. Akkor feltenném most a kérdést. Mik azok a cselekedetek, amik ezt a képmást tükrözik vissza? Ezen gondolkodjunk egy kicsit. Kell azon vitatkozni, hogy a gimnáziumban, a házi buliban, gólyatáborban, vagy bárhol ezek megvalósulnak? Megvalósul az, hogy én téged szabadon, teljesen hűségesen és gyümölcsözően szeretlek, úgy, ahogy az Isten engem szeret. De lehet tényleg azt mondani, mert nagyon sokan azt mondják, hogy de hát én igazán szeretem őt, és mi igazán szeretetből gondoltuk azt, és igazán sokat váltunk, és aztán azt gondoltuk, hogy így fejezzük ki egymást iránti szeretetünket. De ez a szeretet, ez szabad, teljes, hűséges és gyümölcsöző. Sose lehet egészen szabad. Nagyon sok lány számol be arról, hogy igazából ő neki ez még egy kicsit korai volt, csak érezte a fiún, hogy hát ő már nagyon szeretné. Akkor ez szabad döntés. Sose lehet teljesen szabad, mert mindig ott lesz egy kicsi félelem attól, hogy mi van, ha jön a baba. Hihetetlen élmény fiatalokkal beszélgetni. Egyszer azt mondtam nekik, hogy táborban voltunk, kedves fiatalok, itt van 50 000 forint. Aki a tábor végéig meggyőz engem arról, hogy házasság előtti szex az jó dolog, annak ezt odaadom. Megvan még. Döbbenetes élmény volt, aznap este másfél órán keresztül gyűrt engem egy ifjú leány, próbált meggyőzni, majd amikor látta, hogy igazából minden érve hamis, akkor elsírta magát. És azt mondta, hogy atya, az a baj, hogy 2 hete nem jött meg. 17 évesen, ez tényleg baj. A házasság előtt sosem lesz teljesen szabad a félelmeittől. Sosem lesz teljes.
mert még nem szeretlek téged teljesen. Még nem adtam át neked mindenemet, még az egész életemben nem engedtelek be. Még nincsen közös életünk. Még nem szeretjük egymást teljesen. És hűséges? Hát persze, addig, amíg nem szakítunk. Addig begyszó hűséges leszek. Bár a mai világban már ez sem teljesen természetes. Amikor egy fiú azt mondta nekem, hogy atya, az még nem csalás, hogyha nem megcsalás, hogyha közben a barátnőmre gondolok. Mit gondolunk ma a hűségről? És gyümölcsöző. Hát, kíváncsi vagyok arra a párra, aki fogamzásgátlás nélkül gyümölcsözően éli a életét 15-6-7 évesen. Hogyan lehet ez a kapcsolat gyümölcsöző? Ha ne legyen gyümölcsöző, mert abból csak a baj van. Akkor hol lehet fiú és lány szerelme, szabad, teljes, hűséges és gyümölcsöző? Hol van az a helyszín, hol van az a lehetőség? Szerintem mindannyian tudjuk a választ. De hadd hozzak ide nagyon ismerős mondatokat. Szabad. Következő mondat tartozik ide. Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy XY-nal házasságot köss. Szerelmet szabad. Teljes. Amikor azt mondjuk az eskü formulába, én téged el nem hagylak, holtomiglan, holtodiglan, semmiféle bajban. Teljes. Hűséges. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól. Hűséges. Gyümölcsöző. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságotokat. Ott válik a szerelmünk, jelen esetben a szerelmetek, szabaddá, teljessé, hűségessé és gyümölcsözővé, amikor az oltár előtt kimondjátok, hogy igen, én téged szeretlek, téged akarlak. Nem két hétig, és nem úgy, hogy te vagy az A heti és a B hetivel meg majd holnap, hanem téged akarlak szabadon, teljesen, hűségesen és gyümölcsözően. És ahogy férfi és nő összeházasodik, a Szent Háromságos Egyisten szeretete ragyog fel, mert azt mondjuk, hogy az atya és a fiú tökéletesen szeretik egymást, és belőlük származik a Szent Lélek. Mi történik a házasságban? Férfi és nő tökéletesen, teljesen szeretik egymást, és ebből a szeretetből fakad egy harmadik személy. Akkor itt értjük meg, hogy Isten miért teremtette a házasságot, és miért gondolja azt, hogy a szexualitásnak az a feladata, hogy felragyogtassa az ő szeretetének földi ikonját. Tehát amikor vitatkozunk arról, hogy tisztaság vagy nem tisztaság, vagy hogy meddig szabad elmenni, ez is egy kedvenc kérdés, akkor mindig az legyen a kérdés, hogy az, amit éppen teszek, vagy az, amiről éppen beszélünk, vitatkozunk, kérdezel, mennyire tükrözi Isten szeretetét? Mennyire tükrözi ezt a szabad, teljes, hűséges és gyümölcsöző szeretetet? És most engedjetek meg a végén egy rövid gondolatkísérletet. Gondolom, sokan voltatok már úgy, hogy valaki nagyon-nagyon csúnyán megbántott titeket. Mondjuk egy nagyon csúnya szakítás. Hát amikor erről van szó, akkor kereszténység ide vagy oda, azért a fényképét összetépem. A plüsmackóját, hogy is mondjam, rituálisan végzem ki. Ugye mindent, ami rá emlékeztet, azon betöltöm a bosszút. Vagy az ő képmása, vagy valami olyan dolog, ami számára fontos volt, akkor én annak megyek neki, mert hogy az illetőnek nem mehetek neki, ugyanazt csinálnám vele, mint a plüsmackóval, akkor ülnék a Szegedi Csillagban. És akkor picit térjünk vissza. Ha a szexualitás Isten képe, miért látom azt magunk körül, hogy a gonosz
ezt rombolja a legjobban. Ezért. Ez az a terület, ahol a legnagyobb rombolást tudja végezni. Ez az a terület, ahol a legnagyobbat tud beletaposni a mennyei atya szívébe. Mert Isten szeretetét csúfítja meg. Ahogy elmegyek gimnázium első osztály, 14 éves korú fiatalokhoz, hogy akkor tartok beszédsorozatot a tisztaságról. És a társaságnak nem mondom hány százaléka már legyint, hogy ó, atya, azon már túl vagyunk. 14 évesen. Azt se tudtam, hogy vannak lányok a világon. Maximum mozgó célpont a medicina labdának, de az, hogy szerelem. Elnézést kérek a hölgyektől. Akkoriban tényleg, most azért már nem ezt gondolom. 14 évesen. És akkor elmennek fiatal lányok bulikba, 15-6 évesen is leisszák magukat, és arra ébrednek, hogy milyen videó került föl a netre arról, hogy mit csináltak velük miközben. A gonosz lélek tombol ezen a területen. És engem igazából az szomorít el, mert hogy a templomban nem járó fiatalok, vagy a hitről soha nem halló fiatalok, ezt nem tudják, hogy ez baj, az oké. De engem az szomorít el, hogy templomba járó fiatalok, hogy minden héten hittanórán ott ülő fiatalok nem döbbennek rá, hogy mekkora baj van. És beállnak a sorba. És azt mondja, hogy ebben ne szóljon bele senki, mert én olyan egyéniség vagyok. Mindannyiunknak eszébe jut a Brian életéből a jelenet, hogy ti mind egyéniségek vagytok, és kórusban az egész tömeg, mi mind egyéniségek vagyunk. Annyira egyéniség vagy, hogy pontosan azt csinálod, amit a világ minden más fiatalja. És de kevesen vannak, akik azt tudják mondani, hogy figyeljetek, mi mégis tisztán akarunk élni, mert szerintünk ez a járható út. A ma este, ez az ima alkalom, alkalom arra, hogy dönts. Alkalom arra, hogy dönts, hogy te hova szeretnél állni. Beállni azok közé, akik meggyalázzák Isten képmását. Beállni azok közé, akik elcsúfítják az isteni szeretetet. Vagy pedig tanúságtevője akarsz lenni annak az útnak, ami felragyogtatja itt a földön Isten képmását. A döntés a tiéd. Mi imádkozunk érted. Amen.